itt látható. Mit csinál? Most szopizik az anyukájától. Hamar népszerű lett a Jászberényi állatkert legifjabb lakója. Ő az. Február 2-án született Vanda és Gesztenye leány gyermekeként. Jordániában voltunk tavaly tavasszal, és ott találkoztunk kistevével, illetve tevecsordával is, de nagyon aranyos itt az állatkertben is egy ilyen kisteve. Ezért is jöttünk, illetve a pingvin sétáért. Tankönyvbe illő módon zajlott az ellés. Az újszülött néhány órán belül lábra is állt. Mutassad, hol van a teve? Ott. Vanda 2012, párja Gesztenye 2013 óta a Jászberényi állatkert lakója. Már több teve csikóval örvendeztették meg a látogatókat. Ahogy a korabeli Kuplé is mondta, teve van egy pupú, van két pupú. De mi a különbség? A dromedár Afrikában őshonos, míg a két pupú teve Ázsia sivatagjaiban él. Nagyon fontos elmondani, hogy a pupjukban nem vizet tárolnak, ez manapság is egy tévhit. Ként él az emberek tudatában. Zsírszövet alkotja a pupukat, de természetesen ezt, hogyha szükség adódik, különböző élettani lebontó folyamatok által vízést tudják alakítani. A kistevék, tehát az újszülöttek, nagyon érdekes, hogy pupok nélkül születnek, illetve van pupjuk, de ez még nem olyan duci kifejlett pup, mint az idősebb állatoknál. Ez a szülést könnyíti meg, gyakorlatilag így könnyebb világra jönniük. Az újszülött teve kislánynak még nincs neve. A keresztelőt az állatkert a látogatókra bízza, oly módon, hogy közösségi felületein lehet elnevezni a kis tevét.